A mai sajtótájékoztató arról szólt, hogy a jogeszközével most az elnyomás és kifosztás mellett hogyan próbálják a magyar emberektől az élet lehetőséget elvenni. Létezik egy olyan készítmény, egy olyan gyorshatású készítmény, amelyet Magyarországon a gazdasági versenyhivatal, a versenyjogi eszközével kíván elérhetetleníteni. És ebben kerestek meg minket Dávid Tamás professzor, és kért meg arra, hogy a Nemzeti Ügyvédőszolgálat szakszudását adjuk hozzá az ügyhöz. Egy nagyon kemény küzdelemről van szó. Azt állítja a versenyhivatal, hogy ezt a készítményt, ez a készítménye megtévesztik az embereket ezzel kapcsolatos tájékoztatással. A tények ezzel szemben mások, közel 400 tanulmány, orvosi szakvélemény, nemzetközi szinten, Európa és világ minden részén bizonyítja azt, hogy a COD TEA készítmény és rendszer egy olyan alternatív gyógyulmódot jelent a rákos betegek számára, amely valóban Magyarországon már több mint 20 ezer embert visszahozott az életbe. Emellett még klinikai adatok tömegei igazolják azt, hogy igenis van gyógyhatás ennek a készítménynek. Jelenleg a versenyhivatal azt próbálja elérni, hogy ennek a rendszernek a gyártója, amelyet már kiütöztek Magyarországba és Szlovákiában működik, szüneteltesebb a tevékenységét, hatalmas bírsággal kívánják sújtani, és a vádlottak padjára ültették azt a kiemelten közhasznú rák alapítványt is, amelynek vezetője Dávid Tamás professzor, és amely alapítványnak az a feladata, hogy tájékoztassa az embereket a rák elleni védekezésről és a rák megelőzésről, és egy olyan egészséges gyógymódot, egy olyan életszemléletet adjon át az embereknek, amelyen a gyógyszermaffia érdekei ellen lehet menni, hiszen a gyógyszermaffia keze van a dologban vélelmezhetően, hiszen nekik érdekük az, hogy fenntartsanak egy olyan egészségügyi rendszert, amelyben az emberek arra kényszerülnek, hogy rengeteg gyógyszert vegyenek, drága pénzzel, amelyet az állam megtámogat ráadásul. Óriási üzlet ez, a fegyver mellett a másik legnagyobb üzlet a világon, és ezzel szemben a természetes hatóanyagokat tartalmazó készítményeket pedig kifejezetten üldözik. Ennek a folyamatnak a része ez a COD-TEA elleni keresztes hadjárat, amelyel szemben azonban most a jogeszközével felvettük a harcot, és Bardon István ügyvéd kollégámmal együtt a verseny eljárásban már mindent megtettük annak érdekében, hogy egyértelműsítsük, hogy az 50 oldalas a vádirat, amit előzetes álláspontként a versenytanács vizsgálói előkészített, hemzseg a valótlanságoktól. 4 év kommunikációt vizsgálták át a COD-TEA szempontjából, és többek között odáig merészkedtek, hogy a gyógyult betegek nyilatkozatait, amelyeket a Segítség a rák ellen című könyvben olvashatunk, amelyek a valós emberek valós nyilatkozatai, ezeket a nyilatkozatokat versenytörvény ellenes magatartásnak értékelték. Azt gondolom, hogy ennél több kommentnál talán nem is kell, és nagyon bízom benne, hogy a versenyhivatal mindenfajta nyomás ellenére mégis a képes lesz a jogszabályok alapján döntést hozni, és engedi, hogy a világon, ahogy mindenütt ezt a rendszert engedik egyébként, Magyarországon is végre a magyar emberekkel is eljusson, és a magyar emberek is esélyt kapjanak arra, hogy meggyógyulhassanak ezen küzd a Nemzeti Ügyvédő Szolgálat felé, abban a felismerésben, hogy a magyar emberek szabadságért folytatott jogi küzdelmünk mellett ki kell terjeszteni tevékenységünket az élet minden területére, ahol az emberi élet, a magyar emberek élete forog kockán, és ez az ügy is ilyen, és a későbbi fejleményekről pedig majd tájékoztatást adunk. Két életfilozófiás, két világnézet ütközik össze ma Magyarországon is, és a világban is. Az egyik a profit és pénzközpontú világnézet, amelyik mindig az a kérdést teszi fel minden döntéssel kapcsolatban, hogy jó-e az a döntés a pénz és a profit szempontjából, értenek, hogy milyen döntés, milyen termék, milyen elképzelés az, ami több pénzt és profitot tud eredményezni. A másik pedig az emberközpontú világnézet, illetve a döntéshozatal, ahol a kérdés úgy hangzik, hogy mi a jobb az embernek. És azt például, hogy a rákot, vagy a más súlyos betegséget hogyan gyógyítani, hogyan megközelíteni, az ebben nem csak egy nagyon szakmai kérdés, hanem valamennyire egy világnézeti filozófiai kérdés is. Az, amit a Dávid professzor képvisel, az egyfajta filozófia, egy emberközpontú filozófia, aminek az a lényege, hogy az egész ember a spiritualitásával, a fizikumával, érzelmeivel együtt kell figyelembe venni, és ahogy ő itt nagyon szépen elmondta, az elsődleges kérdés
fontos az az legyen a gyógyító számára, hogy miért lett beteg a páciens, és az oké terápiára van szükség. Mi magam is rátúlélő vagyok, 2006-ban rábeteg voltam, és azt is megosztottam itt a társasággal, hogy amikor az ember belekerül a betegségbe, vagy bármilyen súlyos betegségbe, akkor azt jelenti, hogy elveszíti valahogy az életérkezésünket. Rákerül egy futószalagra, valamiféle tárgyasulási folyamatom megállt, és egy kicsit azt éli meg kicsiben, ezt ugye nem mondtam ezt a hasonlatot, de most már nagyon érzem, hogy így van, mint magyar emberként éljük meg a hazánkban, hogy nem tudunk alakítói, formálói lenni a saját hazánk, saját életünknek és sorsunknak, hanem csak mások döntéseinek vagyunk a végrehajtói. És hogy a beteg ember is, hogyha nincs elég információja, nem érzi azt, hogy össze tud hasonlítani gyógyítási módokat, lehetőségeket, ismeri, ez a kutatási eredmény eszmény, az azt mondja, betegtársak, akik meggyógyultak, erről is elvesztem volna, ilyen és ilyen termékekről, ezt is ezt mondják, szelíd gyógymódokról, ilyen-olyan szelíd gyógymód eljárásokról, ezeknek a kombinációról. Az ember azáltal kapja vissza a méltóságát a betegségben, hogy ezeket az információkhoz hozzájuk, hogy döntési képességgel rendelkezik, hogy felnőtt emberként belátása van arra, hogy mi is az a folyamat, ami a szervezetében, a lelkében és a spiritualitásában zajlódik, és ezt a folyamatot hogyan lehetne megfordítani, hogyan lehet a megbombolt harmóniát visszaállítani, illetőleg aki meg abban hisz, ez meg csak egy ilyen kizárólag mondjuk sebészülő kemoterápia, meg sugár hasonló megoldásokat választhat, de választhassa azt, és legyen meg a megfelelő információja, és döntési szabadsága. És ez az egész jogán szemmel ugye arról szól, hogy megvonni a döntési szabadságot, megvonni az információt az emberektől, nem engedni azt, hogy például a gyógyult betegek beszámolhassanak arról, hogy mi is volt ez a gyógyulásoknak a folyamata, milyen szeretet játszott ebben a készítmény. És hát ezáltal én azt mondom, hogy az embereket a méltóságtól is megfosztják, hogy azoknak a dolgoknak neveket felvettem. Úgyhogy én azért értem, hogy a Dávid professzor ilyen szeretetet meg tiszteletemet kifejezem, hogy ezeket a gondolat. Köszönöm szépen, nagyon ez is lesz kedvéből. Én arról tudom önöket tájékoztatni, hogy a gazdasági verseny alatt a ezen eljárása a professzor úr, a professzor által vezetett COD alapítvány, a bécsi alapítvány, azon kívül egy szlovák gazdasági társaság, egy magyar gazdasági társaság, valamint más kisebb súllyal az ügyben résztvevő társaság ellen. 2008. november 17. napján indult, tehát mai nap a jó számolunk 490 napja folyik. Ezzel kapcsolatban, mint elmondtuk a sajtótájékoztatóban, ez egy rendkívül súlyos eljárási szabálysértés. A úgynevezett versenytörvény pontosan szabályozza, hogy az ilyen jellegű eljárásokat, tehát a harmadik fejezetben foglalt versenyhivatal által támasztott kifogások tekintetében 90 nap alatt kell lefolytatni. Ez a határidő, ez a 90 napos határidő két alkalommal került meghosszabbításra, 60-60 nappal, tehát ez már többszörösen lejárt ezek szerint. Az eljárás során nyilvánvaló volt, hogy fogalmazhatok azt hiszem, hogy egy koncepciós ívről lehet szó, arról beszélhetünk. Mivel az eljárás alatt mondtak, ha szemben olyan jellegű kifogásokat fogalmazottak a gyártósági versenyhivatal, amely egyértelműen nem köthető ezekhez az eljárás alá vontakhoz. Különböző kiadványokban, könyvekben, újságcikkeiben, interneten a gyógyult betegek mondták el, hogy ez a COD rendszer, ami teából, más összetevőkből, vitaminokból áll, számukra mit jelentett? Állapotuk, hogy javult, és ezeket orvosi zárójelentésekkel, leletekkel igazolták. Tehát mi felvetettük a gazdasági versenyünkre az erőt, hogy hát ha már valaki ellen eljárást indítanak, akkor nem ezek a
alapítványok és gazdasági társaságok, hanem a gyógyult betegek. Ők hivatkoznak arra, hogy a COD rendszer számukra javulást hozott, meggyógyultak tőle, élhetőbb életet élhettek.